új vezetőedzővel, új szakmai stábbal és alaposan átalakított játékos kerettel vágott neki a bajnokságnak az előző szezonban csak osztályozón benn maradó nyíregyháza. Az első négy fordulóban egy győzelem mellett három döntetlen játszott a csapat, aztán sorra következtek a három pontos meccsek. A 12. fordulóban a vasas ellen jött az első vereség, aztán viszont a hátralévő hat őszi meccsét megnyerte a Spari, amely így az élen tölti a téli szünetet. Ez azért minden várakozást felülmúlt, de nagyon örülünk neki, és büszkék vagyunk rá, mert azért így végigélve az, hogy honnan indultunk, és hogy milyen kemény munkát rakott bele a stáb és a csapat is, azt gondolom, hogy nagyon büszkeséggel tölt minket el ez, hogy ez így állunk jelenleg a tabellán. Azt gondolom, hogy talán nem érdemtelenül, mert ugye nagyon sokat tettünk érte, és azért sok mérkőzés sikerült megnyernünk, és talán az is bejött, hogy azért szinte mindenkinek a dolgát nem csak hogy megnehezítettük, sok csapatnak ugye lehetetlen megoldást nyújtottunk, hogy legyőzzön minket egyelőre. Ezen az úton szeretnénk maradni mindenféleképpen, mert ugye ez lesz a nehéz, hogy ezt a szintet föntartani, mert igazából nem értékeljük olyan szempontból túl, hogy most egy nyilván boldogok vagyunk, meg örülünk neki, hogy itt a szünet előtt így állunk, meg mi zárjuk, úgy zártuk ezt az évet, hogy mi vagyunk az élen, de viszont egy nagyon kevény tavaszi időszak előtt állunk, amire szeretnénk megfelelően felkészülni, és tudjuk, hogy az vízválasztó lesz, mert komoly céljaink vannak, és azt is hasonló jól szeretnénk tudni megoldani. A vezetőedző szerint a motiváció, a fegyelem és a sikeréség áll a várakozáson felüli őszi szereplés hátterében. Én azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy amit az elején a nyári időszakban fölállítottunk elvárási szintet, egy munkamorát, egy munka, a munka közösséget, és ami, amit a játékosok elkezdtek munkát, ebben nem volt lanyhulás. Szóval a játékosok végig, sőt, fokozatosan együtt dolgoztunk, ez, ez, nőtt és nőtt, és ahogy, ahogy jöttek a mérkőzések, egyre minőségibb volt a, a, csapatjátékunk is. Annak köszönhető, hogy a játékosok végig motiváltak, maradtak, a rend és a fegyelem végig meg maradt az öltözőn belül, és, és tényleg ahogy, ahogy mentünk a mérkőzés, a mérkőzés egyre sikeresebb lett a társaság. Én azt gondolom, hogy ez, ez volt a, a kulcs, és az, hogy a játékosok tényleg mindig megpróbáltak mindent meg, megtenni, azt, amit a szakmai stáb vagy a vezetőedző kért. Én azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy a csapat és a, a edzői stáb között nagyon megfelelő a kémia tudják, hogy mit szeretnénk, tudják, hogy mi az elvárási szint, és, és ez, a, ez, azt gondolom, hogy így jól működött. A Nyíregyháza 42 gólt lőtt, és 15-öt kapott 18 mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy az jellemző volt ránk talán az egész fél hogy, hogy próbáltunk ugye dominálni a játékot, és hogy sok helyzetet alakítottunk ki, és ez tényleg így van, hogy ugye korábban talán többször is nyilatkoztam, hogy, hogy a helyzet kihasználásunkon kell változtatni. Ez itt a végére úgy jött ki, hogy továbbra is sok helyzetünk volt, és sok ö, helyzet ki is marad, de viszont sokat be is rúgtunk, és ennek ö, kifejezetten örülök. Ö, ezen továbbra is dolgozunk, továbbra is csiszoljuk ezt a részét. Most itt ez az utolsó mérkőzés is kívülről magabiztosnak tűnhet, de azért ez nem volt annyira az egyszerű történet. Más, amikor jó talajon kell játszani, más, más ugye egy játéképa, amikor ugye már ilyen sárosabb vagy ilyen fagyott talajon kell játszani. Próbáljuk mindenre a játékosokat, meg a csapatot felkészíteni, és ahogy említettem, erre vevő, vevő ez a csapat, ez a, ez a közösség, és ugyanígy kell továbbra is csinálnunk. A spari január 3-án kezdje el a felkészülést, először hazai környezetben, majd törökországi edzőtáborba utazik a csapat. A február 11-én esedékes tavaszi rajton a Honvéd otthonában lép pályára Tímár Krisztián együttese.